Vendégeket raboltak el fegyveresek egy mexikói üdülőváros Puerto Vallarta egyik luxus étterméből. Úgy tudni, a támadók 16 embert vittek magukkal a csendes óceán partján lévő helyről. Lezárták a mexikói hatóságok azt a luxus éttermet, ahonnan több vendéget is elhurcoltak a hétfőre virradó éjjel. A vendéglő Jalisco szövetségi államban működik, az észak-amerikaiak egyik kedvenc üdülőhelyeként ismert Puerto Vallarta városában. A nyomozók vizsgálják a kamerák felvételeit és keresik az elkövetőket. Együttműködünk a szövetségi kormánnyal és a helyi önkormányzattal. Nem tűrhetjük az ilyen bűncselekményeket, mondta a helyi kormányzó. Az emberrabló két terepjáróval érkeztek. A személyzet szerint 8 fegyveres nyomult be az étterembe, és megparancsolták, hogy mindenki feküdjön a földre. Lövések nem voltak. A vendégeket annak ellenére vitték el, hogy voltak testőreik. Bevetettünk szárazföldi és légi egységeket. Szeretném megnyugtatni a város lakóit, hogy a helyzetet ellenőrzés alatt tartjuk. Mindenki nyugodtan mehet munkába, és gond nélkül folytathatja a napi rutinját. A vendégek helyfoglalása egy luxus szállodából érkezett. Azt még nem tudni, hogy az elrablásuknak köze van-e a szervezett bűnözéshez. Ugyanakkor Jalisco szövetségi államban működik az egyik legújabb és leggyorsabban terjeszkedő mexikói drogkartel.